Zsonna után öltöztetek. Szeretettel köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szim tagovodában, és már a gyerekek lelkesen készülnek mögöttünk, hogy mi is lesz arról. Pontosan, mindjárt meg fogjuk tudni, Balatin és Ütő Margit tagovoda vezetővel beszélgettünk. Szim világra invitáltak ma bennünket. Mit is takar ez az elnevezés? Ez az elnevezés azt akarja, hogy immár 7. alkalommal rendezzük meg óvodánkban a Szim világ hagyományos rendezvényünket. Ez egy családi rendezvény. Ilyenkor minden gyermek fellép az óvodában valamilyen kis műsorral, illetve utána kézműves foglalkozásokat szoktunk tartani a gyermekeinknek, különböző érdekes tevékenységekre invitáljuk őket. Ma például az egész rendezvényünk egy táncházzal fogja végződni. Nagy örömünk ezt szolgál, hogy a kiskulcsosi tagiskolával nagyon jó kapcsolatunk van, és minden évben meghívjuk a volt óvodásainkat, és most erre az alkalomra a 2., illetve a 6. osztályos gyermekek jönnek, és ők is szórakoztatnak majd bennünket. Akkor kicsik nagyok együtt lépnek föl, a szülők is gyülekeznek, tehát azt hiszem, hogy ez abból a szempontból is fontos, hogy nyissanak a szülők felé, hogy a gyerekek évvége közeledik lassan, meglássák, hogy mit fejlődtek, milyen ügyesek lettek, tehát ez is egy ilyen kapcsolattartási nap, gondolom. Természetesen, de nem csak a mai napra vonatkozik ez, hiszen az év folyamán több alkalom volt arra, hogy a családokat is bevonjuk az óvodánk életébe. Így például a karácsonyi előkészületek, a farsang, és most egy másik nagy programban neveztünk be, ez pedig a legszebb konyhakert program, és itt is természetesen, hogy számítottunk a szülők segítségére, és kaptunk is tőlük, hiszen beneveztünk erre az országos programba, itt a szülők segítkeztek a kertnek az előkészületében, növényeket, palántákat, magvakat biztosítottak a gyermekeink számára. Itt mi mindent fognak elvetni, vagy sikerült-e már itt elvetni, vagy még ezután? Nem, már elveteményeztünk, illetve gyönyörű szép a konyhakertünk, már kibújt a zöld borsó, a hagyma, a retek, a saláta, a zöldségféle, a sárgarépa, és ezt természetesen folyamatosan gondozzuk a gyermekeinkkel. A mi óvodánk életében ez egy nagyon fontos dolog, hiszen zöld óvoda vagyunk, már 3. éve, ebben a nevelési évben fog lejárni ez a cím, és az elkövetkezendő időkben szeretnénk ugyanúgy pályázni. Bízunk abban, hogy sikeresen. Hát akkor reméljük, hogy így lesz, viszont azért még nem, a mai nappal nem ér véget az óvodai tanév. Úgy tudom, hogy azért még nagyon készülnek a nagyok, hiszen akik iskolában mennek, még elbúcsúznak ettől az óvitól. Mikor is lesz ez pontosan? Igen, hát még először is a gyermeknappáránk, ahol hasonló színes programmal fogjuk meglepni az óvodás gyermekeinket, illetve május 31-én lesz óvodánknak a ballagása. Igen, nagyon sok nagycsoportos gyermek fog most elballagni, és ismét a kiskulcsosi tagiskolát említettem, hiszen óvodásaink 100%-ban oda fognak tovább menni. És ez május 31-én lesz pénteken, a tanévzáróval együtt, a nevelési évzárásával együtt lesz ez. És hát láttam, hogy érkeznek az új óvisok és a leendő kis óvisok, hiszen az előbb is éppen beírt egy kis óvodást. Mit tudunk, hányan lesznek körülbelül? Hát igen, ez egy szerencsés egybenesés, hogy most van az óvodai beiratkozás. Nagyon örülünk, hiszen nagyon sok óvodás fog érkezni hozzánk, sok kis óvodásunk lesz, úgyhogy nem panaszkodhatunk, és nagyon örülünk, hogy közel annyi óvodás gyermekünk lesz, amennyi elmegy az iskolába. Akkor én a hátralévő időre is még jó tanévet kívánok önöknek, és hát legyen sikeres ez a mai nap, és még sok-sok élménnyel gazdagodjanak a óvisok. Nagyon bízunk abban, hogy sikeres lesz a mai nap, illetve az egész nevelési évet sikeresen zárjuk, és természetesen, hogy arra törekszünk, hogy a gyermekeink elsősorban nagyon jól érezzék magukat ma, illetve a szülők, közösen a család. Köszönöm szépen én is!